Köszöntöm kedves nézőinket! Önök az Új Mezőgazdasági Magazin legfrissebb adását látják, hallják benne információk, újdonságok, érdekességek a mezőgazdaság házatájáról. Kérem, tartsanak velem az elkövetkezendő 30 percben. Aki fát ültet, felelősségteljesen gondolkodik a jövőről. Emelte ki Nagy István agrárminiszter Bugacon azon a sajtótájékoztatón, amivel lezárták a tavaszi fásítási szezont. A KEFA Kiskunsági Erdészeti és Faipari ZRT által kezelt erdőtömben. Nagy István hangsúlyozta, az Agrárminisztérium kiemelt figyelmet fordít az új erdők telepítésére és a meglévők fejlesztésére. A klímaválság mellett nem mehetünk el szó nélkül. A levegőszennyezettség mértéke, annak károsítása mellett nem mehetünk el szó nélkül. Erre megfelelő választ kell találnunk. És én azt hiszem, a leghelyesebb és a legjobb válasz az, hogy minél több erdőt kell telepíteni, minél többet kell fásítani. Most első ütemben mintegy 42 millió csemetét ültettünk el, további 6000 hektár telepítését tervezzük idén ősszel és a következő tavasszal, és dolgozunk azon egy olyan támogatási formán a minisztériumban, amely egy nagy arányú, nagy mértékű új erdősítési programot tudunk majd indítani. Ennek a támogatási feltételén dolgozunk, hogy a magánszektor ebbe be tudjon kapcsolódni, és érje meg azon termőterületeket, amelyek nagyon gyenge mezőgazdasági terméseredmény hozamokat produkálnak, alacsony aranykoronájú területek, akkor azokat érje meg fásítani, érje meg erdőt telepíteni. Ezen a feltételrendszeren dolgozunk. A magyar erdőterület jelenleg közel 2 millió hektár, ami az ország területének több mint 1/5 jelenti. A meglévő erdők 56%-a állami tulajdonban van. 22%-a az országnak az erdőterület, és 27%-ra szeretnénk fölemelni. Az a 2 millió hektár erdő, ami jelen pillanatban van Magyarországon, az biztosítja azt a klímát, amiben vagyunk. De azt látjuk, hogy olyan szélsőséges viszonyok alakulnak ki, hogy ezt a területet növelni kell. És azt is látjuk, hogy pontosan a klíma megváltozása miatt a termőterületeink is, és azok jellege is változik. Tehát vannak olyan területek, amelyek kevésbé alkalmasak mezőgazdasági termelésre, és ezeket a területeket szeretnénk a fásítási programba bevonni. Szeretnénk olyan barna mezős területeket bevonni, ahol az ipar kivonult onnan, rekreálni ezeket a területeket, és bizony ezeket a nagy kiterjedésű új erdőtelepítések ezeken a területeken fognak megvalósulni. Olyan honvédségi területeken, amelyek már nem használandók honvédségi célokra, gyakorlati célokra, azokon bizony mind fásítást szeretnénk. A KEFAG április elejéig 510 hektáron végzett erdősítést. Összesen 4 millió facsemetével bővült a vállalat által kezelt területek faállománya. A tavaszi fásítási szezont néhány szürke nyár csemete elültetésével fejezték be jelképesen, amiben Nagy István agrárminiszter mellett Zámbó Péter földügyekért felelős államtitkár és Súlyog Ferenc, a KEFAG ZRT vezérigazgatója is részt vett. Ez az erdőtömb javarészben annak köszönheti a létét, hogy a trianoni országvesztés után a helyi erdészek maximálisan kivették a részüket az ország faellátásának, az elvesztett erdőnek a pótlásából. Ez a futóhomok megkötésének az ékes bizonyítéka, ez a tömb is, ez a terület is. Itt konkrétan a hátam mögött lévő területen szintén egy fenyves volt, amit 2018-ban letermeltünk, és most már ennek az erdőnek a megújítását végeztük, tehát egy erdőfelújítást. 2018-ban a fakitermelést követően a tuskók kiemelése, pásztába rendezése történt, most pedig egy mélyforgatást követően az ültetés valósult meg. A szegélyeken mindig őshonos, lombos fafajokat ültetnek. Ennek köszönhetően sokszínűbb lesz a táj, és az erdőtüzek terjedésének megelőzése érdekében is fontos, hogy így telepítsenek. A szárazság és a talaj kémhatása miatt pedig úgy döntöttek, hogy erre a területre újra fenyőcsemeték kerüljenek. Dunai eredetű meszes homokon gazdálkodunk. A talajmész tartalma az további fiziológiai szárazságot okoz a növények számára, és a durva homokszemcsék között az a pici víz az egyébként is gyorsan elillan. A talajnak a kémhatása, illetve a méz tartalma szintén egy nagyon hátrányos környezeti tényező. Bizony-bizony ezeknek a fenyőcsemetéknek valóban meg kell küzdeni a sorsukért. És hogy miért pont fenyő? Közhiedelemmel ellentétben nem az akác,
nem a hazai nyár, és még lehet sorolni, cáfolni, hogy mind a legszárazság tűrő fafaj, hanem ami ebben a térségben bizonyított, az bizony a fekete fenyő. A fekete fenyő az képes akár 250 mm éves csapadékmennyiségen is még megélni. Átlag csapadék az Alföld térségében ilyen 450, jó esetben 500 mm évente. Tehát a fenyő jelenti azt a biztosítékot, azt a tartalékot, hogyha a jelenlegi klímánál egy picikét még szárazabb klímára kell, hogy felkészüljünk, akkor itt egy pár évtized múlva még szintén erdő lehessen. Sólyog Ferenc büszke rá, hogy minden fát saját csemetekertjeiben nevel fel a kefag, amiből a térség különböző pontjain összesen 11 van. Mind a 4 millió facsemete, amit idén tavasszal elültettek, ezekből került ki. Az országfásítás ősszel folytatódik. Legközelebb lombhullás idején kezdődik az új erdősítési szezon. Akkor várhatóan a tavaszinál is több csemetét ültetnek majd el hazánkban. Téged elsősorban, mint növénynemesítőt, apró mag nemesítőt ismer a szakma. Hogyan kezdted ezt annak idején? 1980-ban kerültem be a mezőgazdaság olyan jellegű vérkeringésébe, ahol technológiákat kellett kidolgozni, és rájöttem egyik legfontosabb rész, az a genetikai alap, amivel a technológiát stabilát tesszük. Ez ugye annak idején tehén takarmány növények összefoglalóként mondhatnám, és a tehén szájában való fűfélék, cirokfélék, kukorica, mi emellé elsősorban a fűfélék és a cirokfélék, illetve az apró vetőmagok nemesítését tűztük ki célul 1990-ben, amikor a Boszkop befejezte a tevékenységét, az Agroszemek Kft.-ig elkezdte. Az apró magvak nemesítésétől végül is eljutottatok az üvegházban való termesztésig. Paradicsomot termesztetek, és nem is akárhogyan. Hogy jutottatok el idáig? 1990-es évek elején nagyon jól szaladt a szekér, volt 4.500.000 darab tehén, és most pedig, ha jól gondolom, egy ilyen 4-500.000 szarvasmarha van összesen, tehát gyakorlatilag elfogyott a vevőkörünk. Amikor elkezdtétek ezt a 90-es évek elején, akkor még ez a technológia nem is nagyon volt ismert Magyarországon, csak Hollandiában alkalmazták ezt a hidrokultúrás termesztést. Rájöttem, hogy előtte lévő technológiai meg takarmányozásban elterjedt szakmaismeretek alapján vagy egy nagyot lép az ember, vagy újra a 80-as évek kiskányafás fóliás technológiát alkalmazza. Családi vállalkozásként alapítottuk a Kft.-t, a Zöld Forrás 2001 Kft.-t, amely megcélozta ezt a legmodernebb hidrokultúrás technológiát. Bevontad a gyerekeket is a vállalkozásba. Hál' Istennek mind a két fiam követi nyomdokaimat. A Gábor fiam a szántóföldet választotta és a vetőmagot, a Tamás fiam pedig a kertészetet és annak az értékesítését. Én a háttérszaktanácsadóvá lettem kinevezve, amit nagyon szívesen vállalok, mivel 36 évig voltam az egész országnak a szaktanácsadója, amiért ugye meg is kaptam a különböző díjakat, és azóta pedig a szaktanácsadást folytatom, de elsősorban saját fiaimnak, mind a vetőmagban, mind a kertészetben. Egyértelmű volt az, hogy te is kertész leszel, hogy te is ezt fogod csinálni? Kiskorunk óta kint voltunk a szántóföldön első körben, és utána jött pont a 2000-es évek, mikor nekem iskolát kellett 2004-re ugye választani, és emiatt édesapám is 30 év előttem végzett a Debreceni Agrár Egyetemen, és emiatt én is azt folytattam. És az, hogy kertészet, az pedig már iskola mellett is végig minden munkafolyamatot, piacozást átélve, én az iskolai tanulmányaim után úgy gondoltam, hogy ezt át kell helyezni egy magasabb, multik felé való értékesítésre. És én ezt kezdtem a tanulmányaim után. Tulajdonképpen akkor te a kereskedelmi tevékenységet, a marketinget viszed a családban. Most már azt viszem, viszont előtte az összes munkafolyamatot, illetve az összes input, ebbe gondolok a palánta, a kókuszpaplan, az összes minden beszerzési dolgot én intézem, illetve a zöldségeknek az értékesítését a multiba. Tavaszi és őszi időszakban abszolút problémamentesen lehet az értékesítést vinni. Az itthoni multikkal kapcsolatban 6-tól a 9. hónapig, ami nagyon nehéz az értékesítése, de most már hál' Istennek olyan az együttműködés, hogy most már ott is nagyjából gördülékenyen el tudjuk adni a termékeket.
Meddig tartjátok állományban a növényeket? Annak idején normál betelepítésnél március utolsó hetétől Mikulásig, december 6-áig szedtünk. Az elmúlt két évben most már van olyan üvegház, amit betelepítünk augusztus végén, és október első hetétől már tudjuk szállítani az áruházak felé. Egész télen végig ki tudjuk őket szolgálni, és ezt egyébként meg is hálálják. Tehát hozzáteszem, aki egész évben tényleg szállítja a zöldségféléket, máshogy tárgyalnak nyáron is velük. Mekkora az üvegfelületetek? Saját termelésben most már szűk 11 hektáron vagyunk, hál' Istennek, de emellett ugye Hótkertész Kft. Néven tészként majdnem 25 hektáron integrálva, kevés termelővel, egyöntetű, jó minőséggel a boltok polcaira szállítunk. Fejlesztésben mennyire gondolkodtok? Ugye itt most vannak különféle támogatások, amik az üvegház építésre vonatkoznak. 2001 óta folyamatosan fejlesztünk, most már lassan szűk 20 éve. Én már mondtam, hogy nagyon kicsit meg kellene, hogy álljunk, de hál' Istennek a lehetőségek adtán, akár a alacsony banki hitelek, illetve a támogatás intenzitása véget. Egyszerűen még most is azt mondja az ember, hogy addig, amíg lehet, építkezik, de azért munkaerőre nagyon komolyan fordítunk energiákat, mert az azért véges. Milyen a bankokkal ma együttműködni? Úgy gondolom, hogy 2010 körül volt az, amikor olyan magasok voltak a banki kamatszázalékok, hogy azt azért alig lehetett kitermelni. Most meg hál' Istennek az EHP hitelnek, illetve még a jobb alkupozícióból kifolyólag hál' Istennek olyan alacsony kamaton lehet hitelhez jutni, és olyan hosszú futamidőre, ami azt gondolom, hogy innentől már a kamatlába csak fölfele mennek, tehát ha most le tud az ember kötni egy jó alacsony kamatszázalékot, akkor 10 év múlva az nagyon kedvező tud lenni, vagy 8. Gyakorlatilag a magyar mezőgazdasági kibocsátás 14-15%-át adja a zöldség és gyümölcs termesztési ágazatunk. Mindenképpen indokolt volna ennek a részaránynak a növelése, mivel egy rendkívül intenzív és egy jó értelemben vett belterjes kultúráról beszélünk. A problémát abban látjuk, hogy mindösszesen 150 hektár korszerűnek mondható üvegházkapacitás van Magyarországon, miközben például Spanyolországban több tízezer hektárról, és Lengyelország esetében is több ezer hektárról beszélünk, amit az elmúlt időszakban létesítettek. Én azt gondolom, hogy komoly jövedelemtermelő képesség van ennek az ágazatnak, emellett nagyon komoly tőkeigénye is van, ugye több 100 millió forintba kerül egy hektár korszerű üvegház létesítése. Ugye gondoskodni kell egy folyamatos termelésről, gondoskodni kell az előttem szólókkal egyetértve egy folyamatos piacról, kell tudni tárgyalni a kereskedelemmel, be kell tudni jutni a nagyobb forgalmazókhoz, akik természetesen elvárják azt, hogy az év teljes időszakában, kivéve a nyári dömping időszakban képesek legyünk beszállítani. Mennyire finanszírozható ez az ágazat, mondjuk a paradicsom ágazat, vagy a paprika ágazat? Egy rendkívül jó finanszírozható ágazatról beszélünk, de még egyszer szeretném megegyezni azt, hogy komoly bekerülési költsége van egy-egy ilyen üvegház beruházásnak. Ugye a vidékfejlesztési program is egy jogcímben támogatta ezt a beruházás típust. Mi azt gondoltuk, hogy több új beruházás fog épülni ezáltal. Ezzel szemben azonban inkább a meglévő korszerűsítésére fordítodott a nagyobb hányad. Banki szempontból viszonylag azért könnyű finanszírozni, hogyha meglévő önerő és a támogatás megvan, mert gyakorlatilag egy egész évben tartó biztos likviditást, jövedelemtermelést biztosít, így általában az ügyfelek törlesztő kapacitása és a törlesztési időpontok jól ütemezhetők. És van még egy nagyon fontos szempont, hogy egy stabil, kevésbé hullámzó időjárástól elzárt termést és ezáltal hozamot biztosít az ágazat. Így általában az ügyfeleink teljesítő képessége az kiegyenlítettnek mondható, és kevesebb az időjárásból fakadó problémáknak az aránya. Mekkora az a minimális üvegfelület, amire mondjuk igényelhető nagyobb kölcsön? Van-e limit ebben? Nincsen limit, de természetesen ennek az ágazatnak is megvannak a méretgazdaságossági határai. Ugye nálunk általában kisebb, néhány hektáros, 10 hektári tartó üvegházblokkokat látjuk, de egyébként például Hollandiában ott jóval nagyobb üzemméreten termelnek, és meg kell mondani, a holland mezőgazdaság ebből a világ élvonala, hanem a legjobb üvegházi ágazatot jelenti. Ugye valószínűleg a tendencia felénk is, Magyarországon is e felé fog tartani, és ugye itt Csongrád megyében és a környékén ennek komoly hagyományai vannak, és gyakorlatilag az üvegház kapacitásaink 80-90%-a azért mégiscsak ide köthető. Milyen jelentősége van egy ilyen mezőgazdasági témákkal foglalkozó akadémiának?
Az olyan gyakorlati témákkal foglalkozó tudományterület, mint az agrártudomány, nagyon fontos, hogy a megszerzett új ismereteket, innovációkat, fejlesztések eredményeit azok alkalmazóihoz, a gazdálkodókhoz eljuttassák. Ennek van nyilván szervezett formája a szaktanácsadás keretében, de nagyon fontosak azok a rendezvények, ahol akit érdekelnek ezek az új eredmények, innovációk, azok azt ott hallhatják. Ilyen szempontból, mivel a tudomány egyre jobban fejlődik, egyre több új eredmény képződik az agráriumban, a mezőgazdaságban is, és egyre inkább nyilvánvaló az, hogy innováció nélkül, az innovációk alkalmazása nélkül ma már versenyképes mezőgazdaságot fenntartani nem lehet, ezért nagyon fontos, hogy ezek az ismeretek közvetlen módon is eljussanak a termelőkhöz. Ez a jelentőség egy ilyen agrárakadémiának, és szerencsére ebben a téli időszakban van is elég sok, különösen az új ismeretek, a precíziós gazdálkodás, a klímaváltozás, az öntözésfejlesztés, és vannak olyan témák, amelyek ontják az új eredményeket, és fontos azok gyakorlati alkalmazása. Előadásodban beszéltél az öntözésfejlesztésről. Óriási összeg van az öntözésfejlesztésre. Mi lesz ebből? Az elkövetkezendő évekre, 10 évre a kormány úgy döntött, hogy 170 milliárd forintot fog fordítani öntözésfejlesztésre. A rendszerváltás óta ekkora összeget Magyarország nem fordított még az öntözés koordinálására és fejlesztésére. Ez egy óriási lehetőség egyúttal, hogy kitörjünk abból az állapotból, abból a helyzetből, amely az uniós tagországok között is az utolsó előtti helyre sodort bennünket az öntözött terület nagyságát, illetve arányát tekintve, tehát van hova fejlődni, bőségesen van, tehát igény, lehetőség arra, hogy a mezőgazdaság versenyképességét erősíteni tudjuk az öntözésfejlesztésen keresztül. Ehhez természetesen ki kell alakítani a szervezeti hátteret, ezért létrehozzuk a Nemzeti Öntözési Központot, amelynek az lesz a feladata, hogy segítse a gazdálkodókat abban, hogy az öntözéshez szükséges engedélyeket, adminisztrációt egyszerűbben tudják lebonyolítani. Azokat az akadályokat, adminisztrációs akadályokat lebontsuk, amelyek jelenleg akadályozzák a forrás mellett leginkább az öntözés fejlesztés, az öntözött terület nagyságának növelését. Ilyen intézmény eddig nem volt, ilyen intézmény eddig nem segítette a gazdálkodókat, ezt most hozzuk létre. A következő hónapok arról szólnak számunkra, hogy ennek az intézményi kereteit, feltételeit megteremtsük, és azt reméljük, azt szeretnénk, hogy az év második felében már rendelkezésre álljon a gazdálkodók számára, és ténylegesen segítse azt a munkát, amely révén az öntözött terület nagyságát növelni lehet Magyarországon. Kedves nézőink, az Új Mezőgazdasági Magazint a Facebookon is megtalálhatják. Lájkolják műsorunkat, kövessenek bennünket ott is. Króna technológia. Hatékonyság a minőségi takarmány készítésben. Nehézség nélkül, önnek is. 26. állattenyésztési és mezőgazdanapok Hódmezővásárhelyen, május 9-e és 11-e között. A Kunesz Pro egy nagy teljesítményre képes, könnyen karbantartható mulcsvetőgép, mely segíti a még sikeresebb és gazdaságosabb növénytermesztés megvalósítását. A Hódmezőgazda ZRT az ön megbízható partnere bárányfelvásárlásban, takarmányozásban, szaktanácsadásban. A részleteket keresse Kovács Imre jó üzletágigazgatót. Tarlóhántástól az akár 40 cm mély alapművelésig egyetlen munkagéppel. Opus és Topdown nehéz szántóföldi kultivátorok a Védelstab kínálatából. Ligl Avdagép Gyártó Kft. Szállítástechnikai és hídtrágya kiutató gépek magyarországi gyártója. További információ www.fligl.com. Most egyedülálló akció keretében vásárolhat új John Deere 5M sorozatú traktort a Kite ZRT-től. További részletek a kite.hu oldalon. Hardy Delta Force szórókeret, nagysebességű permetezésre, nagy teljesítményű növényvédelmi munkákra tervezve, akár 36 méteres munkaszélességben. Több mint 10 éve már annak, hogy elindítottátok itt Kemencén az erdei iskolátokat. Mi vezérelt benneteket annak idején? Ennek előzménye van. Még az erdei iskola kifejezést nem is használták Magyarországon, amikor már az erdészek tartottak előadást az általános iskolában, mind erdészeti témában, mind a vadászattal kapcsolatban, túrákat vezettek a gyerekeknek.
ezeknél az alkalmaknál szerettük volna a gyerekekhez közelebb hozni a természetet, formálni a szemléletüket, hogy boldogan térjenek vissza, hogy figyeljenek fel azokra az apróságokra, ami mellett minden nap hajlamosak vagyunk a mindennapokban elmenni. 2006-ban alakult az erdei iskola, amikor nevesítve is lett. Azóta több alkalommal elnyerte az Országos Erdészeti Egyesület minősítését, utoljára 2018-ban. Jelenleg is minősített erdészeti erdeiskola vagyunk, valamint bírunk a Kokosznak a Harkály minősítésével is, amely a kiránduló központoknak a minősítése. 2007. októberében vettük föl Domszky Pál nevét, azóta Domszky Pál erdeiskolaként működünk. Az erdeiskola főbb témakörei tükrözik mindazt, amit a neve is. Erdészeti témában, vadászati témában, az erdő kincsei témában kínálunk előadásokat a hozzánk érkező csoportoknak, vagy akár csak családoknak is. Szeretnénk bemutatni ezeknek a szakmáknak, foglalkozásoknak a szép és a nehéz oldalát egyaránt, azokat az eszközöket, amelyekben eleink dolgoztak kint az erdőn például, de azokat a modern eszközöket is meg tudjuk mutatni a gyerekeknek, amelyekben ma a vágásokban találkozhatunk. A vadászat hasonló témakör, a gyerekek egyik kedvenc témaköre, hiszen ez mindenkit izgat egy kicsit. Ebben a témában nem csak a vadászat múltjával, történetével ismerkednek meg a gyerekek, hanem a vadászati módokkal. Itt hallanak olyan vadászati módokról is, amelyek manapság nagyon népszerűek, mint a sólymászat, de hallanak olyanról is, mint a barkácsolás vagy a cserkelés, amelyről magukat a kifejezéseket sem ismerik, és azt sem, hogy mit fednek. De megismerkednek a Börzsöny vadfajaival, a vadászat hagyományaival. Ez egy interaktív előadás, ahol nem csak képeket vetítünk és magyarázunk, hanem bármit kérdezhetnek, a bevitt eszközöket kipróbálhatják, tehetnek fel kérdéseket, és a végén, az este, hogyha igénylik, akkor egy vadles látogatással kimegyünk vad megfigyelésre. Az erdészeti témakörben is van szerszám bemutató, ott is a gyerekek sok mindent kipróbálhatnak, illetve ott egy kis bemutató túránk van utána, ahol a növényekkel, a Börzsöny élővilágával ismerkedhetnek. Az erdőkincsei témakörünk nagyon szerteágazó, itt témaköröket kell kérni. Ebből az egyik a Méhek tánca című modulunk. Itt a méhek életével, a méhészet történetével és napjaink méhészetével ismerkednek a gyerekek. Itt is van gyakorlati bemutató, a méhészet eszközeivel, védőfelszerelésével, a mai modern mézelő állítási technikákkal ismerkednek, utána pedig választhatnak kézműves foglalkozások közül, hogy méviaszgyertyát szeretnének-e készíteni, vagy pedig mézes kalácsot süssünk, vagy díszítsünk. Több ezer gyerek megfordult már a kezed között, hogyha lehet így mondani. Milyenek ezek a mai gyerekek? Hogy fogadják ezeket az információkat, amiket ti adtok nekik? Ez nagyon változó. Ugye mi óvodás korú gyermekcsoportoktól, általános iskola alsó-felső tagozat, középiskolás csoportokat, de még felnőtt csoportokat is fogadunk. A moduljaink életkori sajátosságoknak megfelelően vannak kialakítva. A kicsikben az a természetes kíváncsiság, amikor mindig mindent szeretnének tudni, mindig mindennek a mikéntjére kíváncsiak, nekik is másképp kell megmutatni ezt a világot. A nagyobbaknak szintén, ugye ott már a tudás inkább más szempontból kerül előtérbe. Hát a középiskolásoknál pedig már bizony a versenyszellemet ki kell használni, hogy az ember tartósan le tudja kötni a figyelmüket, vagy fent tudja tartani az érdeklődésüket, de általában nagy örömmel fogadják, nagy kíváncsisággal. Annak mindenki örül, hogy minden modulunk végén van kézműves foglalkozás, tehát tevékenyen részt vehetnek a foglalkozásban, legyen ez gyógynövény, vagy festőtinta készítés, vagy írótinta, textilfestéssel is foglalkozunk, tehát mindenki megtalálhatja azt, ami a kedvére való. Nagyon szeretette azt, amit csinálsz. Mit szeretsz benne? Hát mindent, amit lehet. A gyerekeket elsősorban, a modulokat, amiket tartunk, magát a természetet, az erdőt, az illatokat, a fényeket. Ezt is meg kell tanítani a gyerekeknek, hogy mikor kimegyünk egy esti vadlesre,
hogy figyeljék, hogy hogy változik a természet a lenyugvó nap percről percre, de akár egy hajnalon, vagy egy erdei sétán. Van is ilyen kis apró gyakorlatunk, hogy most feküdj le a földre, csukd be a szemed, milyen illatot érzel, milyen hangokat hallasz, egyáltalán be tudod-e azonosítani, ki tudod-e szűrni a patak csörgését. Nagyon-nagyon sok mindent lehet a gyerekeknél egy-egy ilyen alkalomattán úgy megtanítani, vagy érzékeltetni, hogy szinte észre sem veszik. Nagyon megtaláltad a helyedet te itt Kemencén, pesti lányként. Igen. Most már 38 éve, hogy itt élünk, most már a férjemmel és a fiatalabbik lányommal, illetve az ő családjával. Mind a ketten pestiek vagyunk. A férjem az kerületvezető erdész, hivatásos vadász, és az ő révén kerültünk ide végül is, és én itt kezdtem tanítani utána. Én 38 évig tanítottam. Jól érzed magad itt? Igen, szeretek itt menni. Ha kinézek az ablakon, a kisvasutat látom, a hegyet látom velem szembe, és minden nap olyan érzésem van, hogy ha nem itt élnék, csak nyaralni lennék itt, akkor szeretnék ide költözni, és ez jó. Ötödik alkalommal adtátok át az idén az év agrárembere díjakat. Milyennek ítélted meg ezt a legutóbbi rendezvényeteket? Óriási létszámú volt már a jelentkezők száma. A döntőbe jutottak száma, 10 kategóriában 30 fő volt. Nagyon jó kategória győzteseink lettek, és büszke vagyok idén is a fődíjasunkra, Ledó Ferencre. Ami külön érdekes, hogy az életműdíjat Bálint Gyuri bácsinak és Vancsor elnök úrnak adtuk át. Szerintem ők is személyükben fémjelzik már a díjat vagy a díjnak a rangját ma Magyarországon. Alig, hogy vége van az év agrárembere projektnek, indítjátok a következőt. Magyarország legszebb birtoka következik. Idén harmadszor írtuk ki a Magyarország legszebb birtoka díjat, április 30-ig van egyébként mód jelentkezni, illetve jelölni rá. Keressük azokat a birtokokat, akik szépségükkel tudnak példát mutatni, meg tudják mutatni azt, hogy lehet igenis úgy gazdálkodni, hogy egy birtok szépen néz ki. Egyszerűen oda megy az ember, és tetszik neki, ez tetszik szakmailag, tetszik optikailag, mert tényleg szépen néz ki. És tetszik a határ infrastruktúrája tekintetében is, ez azt jelenti, hogy oda lehet menni normálisan, kulturált körülmények közt él oda az ember. Van még egy nagyon fontos dolog mostanában, ahhoz, hogy a munkaerőt megőrizzék ezek a gazdaságok vagy gazdálkodók, ahhoz igenis fontos kialakítani olyan munkakörülményeket, most nem csak a traktorra gondolok, vagy az öltözőre, ahol átöltöznek, hanem egyáltalán az irodában, ahol dolgoznak, a telephely tisztaságára, az állattartó telep higiéniájára. Ilyen zsűrizési pontjaink is vannak, amiket keresünk. A zsűri fogja ezeket eldönteni, melyikek a legszebbek. 13 pont szerint zsűrizzük a birtokokat, és fog kiderülni az, hogy melyik lesz a legszebb, amelyiket példaképként állíthatunk. Kik jelölhetnek? Igazából bárki jelölhet. Saját magát is jelölheti valaki, ha úgy gondolja, hogy szép a birtoka, nincs ebbe semmi kivetnivaló. Tavaly is úgy jártunk, hogy nagyon szép birtokok voltak, volt egy pár, aki saját magát jelölte, vagy a kollégák jelölték a birtokot. Kiváló birtokokat találtunk. Öröm egyébként elmenni, megnézni őket, és látni azt, hogy Magyarországon milyen gyönyörű birtokok vannak. Van most egy olyan programotok, ami eddig még nem volt. Idén egy kuriózummal próbálkozunk. Azt szeretnénk, ha megválaszthatnánk Magyarország legszebb agrárhölgyét. Az Agrárvilág szépe versenyt indítottuk el, ahol azokat a gazdásztársadalomban, vagy az agrártársadalomhoz való közigazgatásban dolgozó nagykorú hölgyeket keresünk, akik szépségük mellett képesek képviselni a mezőgazdaságot nőként, képesek arra, hogy olyan interjúkat adjanak, olyan műsorokat vezessenek később, olyan gondolatokat vessenek föl, amit a többi hölgy, illetve férfi is figyelemmel kísérhet. Nem akárki ennek a versenynek a fővédnöke. Kiváló fővédnököt találtunk Lipp Adrián személyében, ő egy vadász. A gazdásztársadalom többsége őt vadászként ismeri. Egyébként lovas vadász, márka képviselő, gazdálkodnak a Bakonyban, filmezik, könyvet ír. Szerintem egy kiváló fővédnököt találtunk, mondhatnám azt is, hogy hasonló jelölteket is keresünk. Föltűnő, hogy ezekben a programokban nagy hangsúlyt fektetsz a fiatalokra, a fiatalok jelenlétére. Mostanában sokszor fölmerül a generációváltás kérdésköre, és azt látjuk, hogy az év agrárembere díjba idén minden eddiginél több fiatal jelentkezett, nem csak a két fiatalabb kategóriába, hanem a többi kategóriába is egy csomó fiatal jelentkezett. Ez az a reménység számunkra, hogy azért előkerültek azok az ifjak, akik már gazdálkodnak, már van érdemi társadalmi szerepvállásuk, vagy például egy birtokot vezetnek, olyan birtokot, amelyik kiváló nem csak társadalmi szerepvállás szempontjából, hanem szépség szempontjából is. Egyre több ilyen jelölt van, és keressük is őket külön, hát azt gondoljuk mi is, hogy a fiatalok jelenléte a társadalomban egy kis felfrissülést fog hozni.
Mi inspirált téged arra, hogy ilyen programokat, ilyen rendezvényeket szervezzél? Azt látjuk, hogy ma Magyarországon a gazdászokat nem megfelelő helyen kezelik. Azt gondolják, hogy ma mezőgazdásznak lenni, az valamilyen, ha finoman akarom mondani, ilyen alantasabb feladatnak számít. Sokkal elegánsabb dolog egy városban valamilyen jobb menő helyen dolgozni, amit ma akármilyen szakmának is hívhatnánk, nem szeretnék kiemelni egyet sem. Viszont gazdásznak lenni, hát az ilyen futottak még kategória, és azt szeretnénk, hogyha látná a társadalom többi része, hogy az nem, hogy nem egészen így van, hanem egyáltalán nem így van. Ma egy birtokra eljönni, megnézni, hogy hogyan működik ma egy agrár birtok. Megnézni azokat az embereket, akik ebben részt vesznek, és társadalmi szerepvállalásuk van. Akkora társadalmi szerepvállalásokat hallunk itt az elmúlt 5 évben, hogy azt, ha összeadnánk, az egy komoly sort jelenthetne egy GDP összesítésben, hogyha ezt néznénk. Az, hogy keresünk gyönyörű agrofotókat, ami a gazdász élet szépségeit fogja bemutatni fotós módon. Az, hogy hölgyeket keresünk, akik az agrártársadalom vagy gazdásztársadalom fényét emelhetik, ez mind abba az irányba mutat, hogy szeretnénk ennek a szakmának a megfelelő polcra kerülését elérni, szeretnénk a fényét emelni. Kedves nézőink, mai új mezőgazdasági magazinunkban ennyi fért. Ha valakinek észrevétele vagy véleménye van a műsorral kapcsolatban, az írjon a képernyőn látható e-mail címre. Az új mezőgazdasági magazint az interneten is megtekinthetik a www.újmezőgazdaságimagazin.hu oldalon, vagy a www.umm.hu oldalon, de keressenek bennünket a YouTube-on is, az új mezőgazdasági magazin csatornáján, és ne felejtjék, a Facebookon is jelen vagyunk. Az új mezőgazdasági magazint az ATV Spirit csatornáján szombaton és vasárnap reggel már 6 órától láthatják. Az ATV régi csatornáján szombaton és vasárnap reggel 6 óra 35 perckor jelentkezünk. Ha tehetik, akkor is tartsanak velem. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!